Good night, princess. Is Nathan okay? When will I see him again? I don't know, honey. He hasn't left his office in 3 days. He loved his wife and daughter more than anything in the world. But we can try again tomorrow, okay? Sziasztok, Zozóka vagyok. You get some sleep. Értettem, főnök. Tehát ez az éjjeli foglalkozás után van, hát ugye amikor megkapta a hírt a professzor, hogy ugye meghalt a lánya és a felesége autóbalesetben. És a, ennek a fejezetnek a címe, hogy kísértések. Hát hogy ez mi lesz? Nem tudom, hogy mire gondol itt a játék, hogy kísértések. Opa! Jézus Mária! Kísértések! Jó, sejtem már, hogy mi lesz. Kísértenék fognak minket itt a... Menjünk arra? Valamit meg akarnak mutatni? Beszélni akarnak a professzorral? Vagyis hát ugye a férjével és a... Ugye a, tehát a feleség a férjével, a lány meg a apukájával. Akar beszélni? Aiden? Oké, van egy Aidenünk. Ott nem egy fürdőszoba volt? De, jó, itt van. Ne kérdezzétek, hogy már megint miért jövök be ide Aidennel. Egyszerűen körbe akarok nézni. Jó, arra fele kell mennünk mindenféleképpen. Mutatja a játék, tehát itt most... nagyon gondolom nem akarja azt a játékot így bóklásszak jobbra-balra. Érdekes, hogy Aiden nem látja a szellemet, látjátok? Csak Judy. Jaj, na. Akkor menjünk. Ja, most már ő se látja? Ki tudunk majd menni? Vajon az ajtón? Mert ugye... Ja, nincs itt Cole. Hopp, látjuk. Látja Aiden is. A kísértetet. Na jól van. Kísértések. Hát akkor menjünk. Valahol vezetni akarnak minket. Lehet, hogy még be akarnak búcsúzni ugye a professzortól. De ennek, tehát, amúgy, bocsánat, tehát valami még eszembe jutott. Az előző videó végén ugye meséltem róla, hogy most miért vannak ezek a csomópontok, miért mindig ugyanazok. Valószínűleg, hogy talán még a játék befejezés is ugyanaz lesz. És ugye, hogy a maga itt a fejezetekben belül az, ahol ugye tudunk változtatni, hogy most mik leszünk. Szerelmesek, csókolózunk, nem csókolózunk, bosszú állunk, stb. 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 És... Hú, mit is akartam ebből kihozni, te úristen? Aj, teljesen elvesztettem a fonalat. Igazából már aludnom kéne. Csicsikálni. Aha, jó. Eszembe jutott. Tehát, hogy... most, hogyha esetleg beszélünk a professzorral, elmondjuk neki, hogy... Tehát közvetítünk a lánya, felesége és a professzor között. De akkor is ez most miben lesz másabb az ő viszonya hozzánk képes majd ugye a későbbiek folyamán. Mert ugye ennek lenne értelme, hogyha most segítünk a professzornak, ugye ebben, hogy még el tud búcsúzni mondjuk a hozzátartozóitól, illetve ugye a feleség és a lány el tud tőle búcsúzni, hogy akkor a későbbiek folyamán, amit még ugye nem adott be a játék, mert még ugye nem értünk a játék végére, még simán benne lesz az, hogy a,
hogy ugye a feladatunk az lesz a játékban, hogy azt a hasadékot is bezárjuk, átjárót, amit az amcsiknál van, ugye USA-ba, és hogy a lehet, hogy akkor fog a professzor valamit dönteni velünk? Nem tudom, ehhez az kellene, hogy megint végigjátszani a játékot, teljesen más szisztémákat követve, és hogy úgy esetleg lesz-e bármi változás. Tudni, hogy én még neki fogok esni még egyszer. Azt, hogy ebből, hát, hogy ti látni fogtok-e valamit, azt nem tudom, mert az a baj, hogy és igazából annak mi értelme, hogy megint föltöltök bármit is. Újra még egyszer, hogy az kinézi meg. Valahova hív minket a szellem. Szegény kis kislány. Jaj, ne, most már bezavarodok itt a kameraállásokba. Aha, itt van a professzor. És nem véletlenül jövünk ide. Oli. No? What are you doing here? It's late. Go back to bed. Nem. Megvigasztalunk téged. Nem vagy te rossz ember. Igen. És most a... Megint ami... Aha, igen. Jó. Don't be sad, Daddy. What did you say? It was so quick. Mommy couldn't do anything. But it didn't hurt. Stop it, Jody. It didn't hurt at all. You hear me? Stop it right now. We are here, Nathan. Úristen. We're right by your side. Helen. Laura. We love you, darling. We'll always love you. Talk to me again. Jody. Make them come back. Make them come back again. I can't. They've gone. Please. Úristen, gyerekek. Don't leave me. Úristen. I miss them so much. Nem ez a játék szerepe, hát úristen. Szerintem mostantól fogva azért dolgozott ő, és lehet, hogy ő paktált le a CIA-val, hogy az entitások világába egy kaput nyisson, mert hogy a feleségét és a lányát ugye nem bírta elengedni. Tudti, hogy valami ilyesmi lesz a háttérben, legalábbis én most nagyon-nagyon-nagyon azt érzem a játékban, hogy tulajdonképpen ez volt az a pont, amikor... Mert hogyha nem jövünk, jó persze, itt most egy történetet kell nekünk végigjátszani, de hogyha lehet, hogyha nem jövünk ide, vagy valami, akkor hát nem tudom. De az biztos, hogy ez az, ami, ez a mozgatórugó, ami hajtja a professzort. 100%. Lassan összeáll minden. Jaj. Hova fogunk ugrani, vaj? Ez volt a kísértések. A fekete nap, és ez megint a legeslegutolsó. Fekete nap. Ez lesz akkor a CIA, és vagyis hát a USA-ban lévő valami? The active condenser in the Republic of Kazakhstan has been destroyed and the rift is now inaccessible. We are now the only nation with access to the infoworld. This situation opens up new strategic and military perspectives. Gondoltam. We're gonna launch new programs to discover possible energy resources and develop military applications. We've already found ways of linking entities to human soldiers, and this is just the beginning. Now, this is more important than the race to space or developing nuclear capability.
We have discovered a new world. A world for us to conquer. Oh, Istenem, persze. This is the beginning of a new era for our nation. Aha, de jó. Hát igen, sejtettem, hogy ez lesz. Oké, zsoké. Nem tudom irányítani, mentés. Itt van a srác, menjünk oda hozzá. Áll! Először szokás szerint Aidennel körbenézzünk, hogy van-e bármi kis elrejtett ajándék számunkra. És hogyha visszanézünk, az lehet, vagy nem tud bevenni Aiden. Nem tud bevenni Aiden. Hát, én nem látok semmit, srácok, amit el lenne rejtve Aiden számára. Viszont elég magasan tudunk most repkedni. Hát én nem látok semmit, jó. No, akkor menjünk oda. Hogy hívják Ryan, vagy hogy hívják, ugye? Majd kiderül. Pentagon top brass getting you down? Ironikus, közömpös, cinikus. Ugh. Big boys and their new toys. I preferred to leave before barfing all over their carpet. Yeah, we played our part in all of this. Megbánás, manipulált, pontosan, pontosan. We did the right thing. I don't think humanity needs a third world war. So what are you gonna do now? Elmondjuk neki az igazat? Barátok, normális élet, messzire... Nem tudom. I don't know. Nem tudom. I think I need some time to figure it out. Igen. Figure out what I really want. Fekete nap. And what about you? CIA has it all mapped out for me. Top tier, big car, golf meetings. I mean, I haven't given him an answer yet, but it's worth considering. Listen, Jody, I know it's been complicated between us, and I didn't always do the right thing. But maybe we could start again, you know, try and build something together. I mean, after all the stuff we've been through, maybe we could make it work. Aiden elfogadja visszautasítja, gondolkodik. I'm not ready. Some time. I'm sorry, Ryan. I understand. Well, whatever you do, just remember I'll always be there for you. Ah, there you are. Nathan's looking for you. Come on, I'll take you to his office. Mm. Later, Ryan. Oh, you know what? I got a single malt in my office that needs sharing. Meet you in a few? No, I don't think I... Come on. Don't make me drink it alone. Waste of a good bottle. I'll tell you what, I'll find you, okay? This way, Jody. De nagy haverok lettek. Oké, még egy kis... ájdenezés. Ki tudok menni valamilyen szinten? Nem. Hát gondoltam, hogy hátha. Na jó van, nem húzom az időt. Ha van is valami, akkor jó elbújtatták és nem vettem észre. Oké. Azon gondolkodom, hogyha nem szúrhatjuk ki... Some decisions are hard to make, huh, Jody? Nem beszél. I'd rather not talk about it.
I get it. None of my business. Thanks for worrying about me, Cole. Tehát, hogyha nem engedjük, hogy kiszűrje a szemét, vagy beszélünk, akkor is... Ez most mi? Mintha itt egy kicsit megváltozott volna. Szerintem semmi, csak más atmoszféra van. Tehát, hogy akkor is esetleg valahogy kiszúrják a szemét, vagyis hát elveszti a szemét, vagy akkor itt most ugye nincs szemkötő rajta. Hát nem tudom. Jó, oké. Menjünk. Hát nem tudom. Igen, de mondjuk abban biztos vagyok, hogy a professzor... Jaj, bocsi. Hogy a professzornak nem kicsit van szerepe abban, hogy most ez a hasadék itt megnyílt, és a végső... dolog, az pedig ugye az, hogy ő szerintem még mindig a feleségét és a lányával akar kommunikálni, együtt lenni. All right, here we are. Call me when you're done, I'll come pick you up. Nagyon kíváncsi leszek itt a végére. No, mi van? Whatever Nathan says. Igen. Be careful. Légy óvatos. Oh. Hoppá! Amúgy egy kicsit sejtettem, meg talán szerintem ti is, hogy itt annyira azért nem tiszte ez a professzor dolog. Igen. Na menjünk? Vagy hogy van? Ja, így van. Légy óvatos. Jaj, bocs. Srácok, már egy kicsit álmos vagyok. Igen, már... Kicsit már késő van. Hát nem tudom, igazából már egyszer körbenéztem ugye az irodájába. De hát, ha ravasszak a programozók, és... És bármit elrejtettek, illetve... Áj! Most mondjátok meg, miért ilyen szemét a játék? Na jó, menjünk közelebb hozzá. Ügyibár arra gondoltam, hogy egy kicsit belesek Aidennel, hogy a professzor mit csinál. Hát, ha kiszűrünk mentés. Hát, ha kiszűrünk bármit is. De szerintem nem. Esetleg... Ott... Na. Passport, útlevél. És az? El akar minket küldeni? Pihenni, vagy valami ilyesmi? De ugye azt akar, hogy ne legyünk láb alatt? Akkor? Az biztos, hogy egy útlevél volt, meg talán valami jegy. Na, jó, oké. Nem húzom tovább az időt. Jody. I'm so glad to see you safe. I kept my part of the bargain. Okay. Now it's the CIA's turn. És talán állják is a szavukat. De ne gondolom, nem is véletlenül, hogy nem akarják, hogy ennyi legyünk. Igen. You no longer exist. Okay. You're now Elizabeth North. No identity and no life. És? Mi az? $500,000. For services rendered. That should help make a new start. Gyanús. Visszautasítja, elfogadja. Nézzétek, visszautasítja. Szerintem a...
Szerintem a program a jó helyes választ hagyja legutoljára. Mert igen. Before you go. Aha. There's one last thing I'd like to ask. Ez csávó, ez őrült, vagy when valami. My igen. Wife and daughter disappeared in that accident 15 years ago. I wanted to die too. I cried a lot. Banging my head against the wall, trying to figure out why them? Never being able to hold them again. It was like a wound that wouldn't heal. But then you came along. And I realized they were still here all the time, near me. I just couldn't see. The government gave me everything I needed to study the infra-world. They were interested in military applications. I was interested in seeing my family again. It's taken me some years. But I finally succeeded in creating this. Hello, my darlings. Nem sámli, mi? Helen. Ez őrült. Hát, mondjuk nem csodálom. Laura. I miss you so much. Ez mi a franc gyerekek? I come to see them every day. Soon we'll be together. I'm working on a modified condenser that can communicate with souls of the infra-world. Speaking with the dead, Jody. Can you imagine? What do you want from me? I want you to help me talk to them. I want to hear their voices. I want to tell them what I'm doing. Until I finish my research, you're the only one that can do it. Elfogadja, igen. Give me your hands. Ugyanis én szerintem ott ők valamit mást akarnak mondani a professzornak. Oké. Okay. Say that you did. You're keeping them here. They're being torn apart between two worlds. That's not true. You're lying. I know they want to be with me again. I know they want to be with me. Jézusom. Érvel. They're suffering, Nathan. If you love them, if you really love them, you've got to let them go. You can't cheat death. Cheat death? Death is nothing. You hear me? Nothing! Goodbye, Nathan. I hope you find peace. Igen, látszik is, hát nem látja a Vaksi, hogy ott a szellem képik, hogy szenvednek meg. Háromszög. A
Aj, gyerekek! Ne már! Gondoltam... ez ki? És hogyha visszamegyünk, lehet valamit is csinálni? Tehát, hogy egy kicsit közelebb vagyok... Nem, szerintem nem ez a feladat. Oké. Okay. Biztos, hogy nem arra kell menni, mert nem azt mutatja a kamera. Hát ez igen. Nem tudom, hogy ennek úristen mi lesz a vége. Arra megyünk? Arra megyünk. Valami gigszerit fog történni, az tuti. Tehát, hogy... itt most Nathan ott csinál valamit. És valami rosszat fog csinálni. Most lehet persze, hogy már úgy értem, hogy rosszat, hogy jót akar, hogy mégis észhez tér, de valami hiba csúszik valamibe. És itt most valami nagyon nagy hírig lesz szerintem, 100%. Hoppá! Vagy mégse. Bum. Oh-oh. Na, lesz mentés. Hi, Johnny. Idióta. Good to see you again. Mentés. Well, you put us in a very difficult situation, you know that. Oké, srácok. Vissza a főmenübe. Most már pihennem kell. Nem akarom túl sokáig húzni, és időnél is vagyunk. Ez az. Azt a mindenit. Jó, azért annak viszont örülök, hogy... hogy azért meg tud lepni a játék. De igen, tehát, hogy igen. Tehát, hogy itt a CIA, illetve ez a vezetés nem akar nagyon lemondani Judy-ról. És, de mit akarnának most Judy-tól? Na jó, most már nem filozok semmi, mert tényleg már fáradt vagyok. Majd frissen kipihentem, majd nekiállok majd gondolkodni. Minden esetre érdekes volt. Na, jól van, nem húzom tovább az időt. Zozóka voltam. Sziasztok, és vigyázzatok magatokra!